Az Ausztria-Olaszország találkozóval ma délután itt a DigiSporton is kezdetét veszi a 4 jégkorongozó nemzet tornája. A magyar válogatott este 6 órától Japán legjobbjai ellen lép pályára. A győzelmi esélyekről Raffa György korábbi válogatott jégkorongozóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Kezdj sokkal! Nos, egy picit tegnap is már szót ejtettünk a főtitkár úrral arról, hogy ha most elvonatkoztatunk ugyan, de mondjuk a felkészülési tornának a formáját tekintjük a magyar labdarúgó válogatotthoz képest, akkor ugye itt is az van, hogy ott ugyan már nem indul a szezon, itt indul a szezon, de mégis azért az ember teszteli a válogatottját abban a tekintetben, hogy milyen formában lehet majd ugye a ljubljanai világbajnokságon. Abban azért mégis más a képlet, hogy a 3 induló nemzet, ugye rajtunk kívül Olaszország, Ausztria és Japán, azt gondolom, hogy azért elég intenzív játékerőt képviselhet. Japán egy picit talán ismeretlen ugye a kimaradt világbajnokság miatt. Éppen ezért gondolom, hogy sok-sok kérdés vetülhet fel a mai találkozót tekintve, hogy milyen esélyekkel vághat neki a magyar válogatott. Hogy érzi? Hát mindegyik ellenfél tulajdonképpen majdnem azonos erőt képvisel a magyar csapattal szemben. Egyedül a japán válogatottról nem nagyon tudjuk, hogy igen, mit tudnak, mert ismert okok miatt ugye nem voltak a tavaszi világbajnokságon. Gyakorlatilag 2 éve nem játszott a magyar válogatott a japánokkal, tehát ez egy sötét ló. Az olaszok és az osztrákok azonos erőt képviselnek a magyarokkal, talán a pillanatnyi forma dönti el mindig, hogy melyik csapat győz. Kicsit talán, ha optimista vagyok, akkor a magyar csapatnak kellene győzni, ahogy tavasszal az olaszok ellen a világbajnokságon szinte az utolsó pillanatban. Hát ott van törlesztenivaló, tehát van miért szerintem. Igen, biztos, hogy lesz a játékosainkban egy extra adag, hogy úgy mondjam, akarás, pontosan ezért, mert ugye az utolsó pillanatban éppen, hogy nem sikerült. Igen, hát én nagyon optimista voltam. Épp itt voltam a stúdióban tavasszal, amikor azt jósoltam, és azt mondtam, azt tippeltem, hogy a magyar csapat tovább jut. És hát hajszálom múlott. Abszolút hajszálom múlott, úgyhogy nem nagyon múlott. Lehet. Na most a hoki az egy olyan sportág, hogy az utolsó másodpercig kell hajtani, az utolsó másodpercig nem szabad feladni a meccset, mert bármelyik pillanatban lehet lőni egy gólt, és lehet kapni. Igen. És sajnos mi pont a negatívot kaptuk, mert kaptunk egy gólt, ugye volt egy hosszabbítás, és így elvesztettük a továbbjutás lehetőséget. Idén lehet, hogy ezen a tornán talán, nem tudom, szóval az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy áll a magyar csapat, mert tényleg ez egy ilyen felkészülési torna, bármi lehet. Igen. Ha már erről beszélünk, ugye picit tegnap is szó esett arról, hogy most azért ez egy átalakulóban lévő csapat, ugye a főtitkár úr is elmondta, hogy itt a szövetségi kapitánynak, Kevin Primeaunak az lesz az egyik nagy feladata, hogy ezt a viszonylag messze generációban egymáshoz képest játszó játékosok, hiszen vannak 19-20 évesek, vannak már bőven 30-on túli játékosok, hogy ezeket hogy tudja majd egy egységes csapattá gyúrni, és ebben a tekintetben egy picit szeretném, hogyha a régi időket és mondjuk az ön fénykorát idéznénk, ami egy óriási generáció volt, hogy emlékszik vissza, ennyire nehéz esetleg valóban, ha az ember már rutinosabb, akkor a fiatalokat bevonni a csapatba, mondjuk fiatalként mennyire nehéz alkalmazkodni mondjuk a nagymúltú kialakult felnőtt játékstílushoz és ahhoz a kultúrához. Hát egy ilyen vegyes csapat, mint ahogy most alakul a magyar válogatott, mert hosszú ideig, jó 6-8-10 évig volt egy jó erős magja. És a magyar válogatott, azonos generáció, Ladányi, stb. Igen. Most egy változás van, lassan kifelé mennek ezek a fiúk, 1-2-en már ki is maradtak a válogatottból, nem is vállalja például Palkovics a válogatottságot. Nagyon nehéz egy edzőnek, ez az egyik legnehezebb feladat. Az egyik legnehezebb feladat, mert az edzőnek vannak kedvenc játékosai, óhatatlan. Ez egy szubjektív megítélés, ez a futballtól kezdve kézilabdán keresztül. Ez a saját praxisából is tudom? Én a saját praxisomban is tudom, hogy az edzőnek nagyon nehéz kihagyni azokat a játékosokat, akivel sikert ért el. Még ha nincs is olyan formában? Még akkor is. Még akkor is. Érdekes. Több példát tudnék hozni, labdarúgástól kezdve a jégkorongig végig. Nagyon nehéz az edzőnek átesni azon a ponton, hogy a régi kedvenc játékosa, akivel sikert ért el, azok már mennek kifelé, nincsen formában, nincsen kondícióban, de ő szeretné még játszatni, Nem biztos. A játékos is elvárná egy picit talán pontosan. A játékos is elvárná, természetes játékos is elvárná azt, hogy ő neki valamilyen joga legyen. Joga legyen ahhoz, hogy még esetleg a csapathoz beférjen. Nagyon nehéz a játékosnak eldönteni azt a pillanatot, amikor abba hagyja a játékot. Akár válogatott szinten, akár klub szinten. Tudomásul kell venni sajnos az évek múlását. Én is nagyon nehezen vettem tudomásul, és amikor abba hagytam a játékot, és kimentem a pályára, mérkőzésre, automatikusan az ember ment volna be a pályára, hogy nekem ott a helyem. Igen, nagyon nehéz tudomásul. És jó sokáig eltart, gondolom, ez a folyamat, mire az ember nyugodtan, vagy viszonylag nyugodtan tud ülni már nézőként egy ilyen esetben. Hát egy pár évig eltelik. Pár évnek el kell tenni ahhoz, hogy az emberbe leülepedjenek azok a reflex mozgások, hogy nem én jövök ki a pályára, hanem jön helyettem más. Igen. Ugye a másik kérdés, ami szintén azt gondolom, hogy ennek a mondjuk úgy újkori jégkorongunknak talán egyfajta terméke, hogy külföldről az edző idegen légiósként érkezik, ha szabad így fogalmazni, ugye a kispadra. Ebben a tekintetben is azért vannak kritikák, amik megfogalmazódnak, hogyha valaki nem figyeli a molligát nap-nap után, mert ugye elég sokat tartózkodik értelemszerűen ugye Ausztriában Kevin Primeau, akkor hogyan fogja tudni ugye napi aktualitásokat látni, hogyan fogja tudni mondjuk tényleg az ujját rajta tartani az itthoni játékosok mozgásán, a dolgok ütőerén. Ebben a tekintetben hogy érzi, hogy ez a fajta tendencia, ami most már nyugodtan mondhatjuk, hogy Pet Cortina óta tart, ez az, amit a mai modern jégkorong meg kíván, hogy egy tényleg az amerikai ligából, az NHL-ből, illetve abból a világból érkező ember tekintse át, hogy mire van egy válogatottnak szüksége, hiszen azért ez nem volt divat abban a korban, amikor ön aktív volt. Hát abban az időben nem volt divat, nem volt más sportágban se. Ez mai világban jelenség. Ez mindenhol így van. A vízilabdás edzőink mennek külföldre, láma női kézilabda válogatottnál külföldi edzőt kapott a válogatott. Tehát tulajdonképpen majdnem, hogy ez általános, és a jégkorongra még jobban jellemző, mert a jégkorong a nemzetközi szinthez elmaradt. Köztudott, hogy kevés jégpályánk volt, fedett pályánk egyáltalán nem volt. Ugye a második világháború után gombamódra szaporodtak Európába a fedett jégpályák. Nálunk nem volt fedett jégpálya, 15-20 éve van összesen jégpálya, fedett jégpálya Magyarországon. Most már gombamódra szaporodnak a magyarországi jégpályák és fedett jégpályák is. Ez egy nagyon örvendetes törekvés, csak sajnos nincs meg az anyagi háttér egy csapatnak az indításához. Rendkívül örvendetes, hogy a vidéki jégpályákon a gyerekeket kezdik behozni, kezdik a fiatal gyerekeket jégkorongozásra tanítani, még a felnőtt csapatok elmaradtak emögött. Talán ahogy ezek a fiatal, ez a fiatal generáció fölnő, akkor következik majd egy felnőtt csapat, és megnövekszik a csapatoknak. Abszolút azt kívánom, hogy ugye az a tendencia, ami most már ennek a mostani generációnak a sikerei miatt érezhető, hogy azért ugye a merítés egyre nagyobb, és egyre több kisgyerek szeretne, hogy ez sikeres jégkorongozóvá válni, előbb-utóbb valóban megnöveli ezt az utánpótlás létszámot, amiből egy új sikeres generáció kinőhet majd, és abban is bízom, hogy egy jó lendületet ad mindennek a mostani 4 nemzet tornája, és remélhetőleg a magyar válogatott sikere. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen én is.